A koronavírus járvány második hulláma elérte Hajdúböszörményt is. Tegyünk meg mindent tőlünk telhetőt, hogy ne terjedjen tovább, hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet szeptember 14-én tartott Kis Attila polgármester és Erdős András, a Hajdúböszörményi ESZV Kft. Ügyvezető főorvosa. A városvezető elmondta, fontos, hogy a járványügyi előírásokat betartsuk, nem csupán önmagunk, hanem környezetünk, családtagjaink, idős hozzátartozóink védelme érdekében is. A koronavírus kapcsán most egy kiadványt jelentetett meg a Hajdúböszörményi Egészségfejlesztési Iroda, amely 5000 példányban áll a böszörményiek rendelkezésére. A tájékoztató kiadvány számtalan kérdésre ad választ a vírussal kapcsolatban, tette hozzá. Erdős András ezt követően a kiadvány főbb tartalmi elemeit ismertette. Igazság szerint ezt a kiadványt most az élet hozta életre, és igazság szerint most mindenkihez szólunk, hiszen a jelenlegi vírus helyzet az minden korosztályt érint valamilyen szinten. Nyilvánvalóan, hogy azok a veszélyeztetett korosztályok, idősek és krónikus betegek azok, akiket jobban féltünk ettől a vírustól, és hát a napjaink mutatja is, hogy ez a vírus azért most már Hajdúböszörményben is megjelent, és egyre több család vagy egyén érintett abban, hogy vagy fertőzöttként, vagy pedig kontaktszemélyként találkozott már vírusfertőzöttel. Mi ezzel a kiadványal azt próbáljuk elérni, hogy a napi hírekben hallott mindenféle információkat megpróbáltuk egy kiadványba rendezni olyan szinten, hogy mind a megelőzésnek a lehetőségeit felsoroljuk, mind a tüneteket differenciáljuk, hiszen olyan időszakba léptünk az őszi időszakba, ahol számos egyéb felső légúti megfázás is megjelenik, és ezért nagyon nehéz differenciálni nekünk szakembereknek is azt, hogy most melyik a koronavírusos, vagy melyik nem, és hajlamosak vagyunk mindenkit koronavírusosnak titulálni, pedig nem csak koronavírusos betegek vannak ebbe az időszakba. Ebbe a kiadványba szerepelnek azok a tünetek, amelyek alapján azt gondolom, hogy önmagunk diagnosztizálásával is el tudunk indulni valamerre, illetve szerepelnek azok a betegcsoportok, amelyek veszélyeztetve vannak a koronavírus által. Tippeket találhatunk benne arra, hogy mind mentálisan, mind a szervezet egészségét hogyan tudjuk erősíteni azáltal, hogy ezt a vírus helyzetet minél könnyebben vészeljük át, hiszen nem tudjuk egyelőre megmondani azt az időszakot, hogy milyen hosszú időtartamra kell berendezkednünk. Nyilván, hogy a szakemberek dolgoznak azon, hogy a védőoltás megjelenjen, és azt tudnunk kell, hogy ezt a vírus csak a védőoltással fogjuk tudni biztonságosan kezelni. Kik számára lehet kifejezetten hasznos olvasmány? Én azt gondolom, hogy ezt mindenki tudja forgatni, de főleg ugye azt szeretnénk, hogyha családokban lenne egy ilyen kiadvány, és akkor ezt föllapozom, mindenki megtalálja a maga számára fontos információt, és azt gondolom, hogy objektíven tartalmazza azokat az információkat, amelyen mindenki tud boldogulni, és nem különböző internetes felületekről szerzik be azokat a esetleges téves információkat, amivel félrevihetik az adatainkat, vagy az adatokat, vagy a betegség megismerését.